Grazie. Intervento adesso a nome del gruppo dell'ALDE, signor Sven Ivani, per 3 minuti. Tisztelt elnök úr, biztos úr! Ma már mindenki tudja, hogy a nemzetközi közösség nagy hibát követett el Koszovó státusának rendezésének halogatásával. Az idő nem oldott meg semmit, éppen ellenkezőleg bonyolította a helyzetet. Koszovó státusát mielőbb, még ebben az évben rendezni kell. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor a nemzetközi közösségnek kell vállalnia a döntés felelősségét. A megoldás körvonalait világosan látjuk. Tudjuk, hogy mit nem akarunk, és mit akarunk. Nem akarjuk, mert nem akarhatjuk az 1999 előtti helyzet helyreállítását. Ez csak tovább eszkalálná a válságot. Nem akarjuk Koszovó felosztását, mert ez veszélyes láncreakciót indíthatna el a térségben. Nem akarjuk, hogy Koszovó majdan csatlakozzon valamelyik szomszédos országhoz, mert ez sem szolgálná a stabilitást. Koszovó a függetlenségét, teljes államiságát fokozatosan nyerheti vissza, annak függvényében, hogy mennyire válik életképessé, mennyire tudja biztosítani az emberi jogokat, a kisebbségi jogokat, a jogállamiság alapelveit. Ebben kell segítenünk Koszovónak, ennek a feltételeit kell megteremteni. Egyetértek biztos úrral abban, hogy a kulcskérdés a kisebbségek jogainak biztosítása, különösen a szerb, de a roma kisebbség jogait is. Ez az egész térség szempontjából döntő fontosságú. A balkáni válság egyik kiinduló pontja a kisebbségi jogok megtagadása és rendezetlensége volt. Egy olyan megoldást kell találnunk, amely széleskörű autonómiát biztosít a koszovói szerbeknek és romáknak is, olyan megoldást, amelyet az alkotmány garantál, és amelyért felelősséget és kezességet vállal a nemzetközi közösség. De Szerbiának is meg kell értenie, hogy jogosak az aggodalmai a koszovói szerb kisebbséggel kapcsolatban, de morálisan csak akkor fogadható el ez, ha Szerbia biztosítja a Szerbiában élő kisebbségek számára ugyanezeket a jogokat. Például a Vajdaságban élő magyarság számára, de az ott élő szlovákok, vagy a Szerbia más részén élő albánok számára is. Tehát ennek a megoldásnak a térség egészére nézve egy modellt kell adnia, méghozzá a kisebbségek jogainak megnyugtató biztosításával. És végezetül, biztos úr egy nagyon fontos dologról beszélt. A nemzetközi közösség és ezenből az Európai Unió szerepvállalásáról. Nem képzelhető el egy életképes Koszovó létrehozása az Európai Unió aktív közreműködése nélkül. Segítenünk kell az államigazgatás kialakításában és a gazdaság fejlesztésében is. Sajnos a 2007-es költségvetés erre semmilyen lehetőséget nem biztosít. A szavak és a tettek már megint elválnak egymástól. Beszélünk arról, hogy tenni akarunk, ugyanakkor a költségvetési háttere nincs meg a cselekedeteinknek. Én azt kérem a parlamenttől, hogy most a költségvetési vitában támogassák azokat a javaslatokat, én magam is tettem ilyeneket, amelyek a koszovói rendezéshez szükséges anyagiak előteremtését szolgálják. Köszönöm.